egy komoly mozgalom volt abban az időben a Bicskei Gyermekotthon és környékén, János bácsi ártatlan. A János bácsi ebben az ügyben az igazgató úr, így van. Tehát itt, petíciók, rengeteg aláírással, az aláírók között nem csak nem áldozatok voltak, tehát ugye egy gyermekotthonban rengeteg gyerek van, aki nem lett áldozat, az nem is tudja, hogy volt ilyen, bátran aláírja a petíciót, János bácsi szuper tanár volt, ezt leírják, ők nem voltak áldozatok, nem is tudtak róla, támogatjuk János bácsit. De nem csak gyerekek voltak, hanem voltak ebben nevelőtanárok, felnőttek is, igazgatóhelye, másik igazgatóhelyettesek, tehát többen tudtak arról, hogy itt ez a gyanú, de mégis János bácsi mellett álltak ki rengetegen, és óriási presszió érte azokat az áldozatokat, akik már előjöttek, vagy akik azon törték a fejüket, hogy előjöjjenek az áldozati státuszukkal, vagy nem. Volt külső nyomás is valami ebben az ügyben? Erősen érzékelhető volt az egész környezetnek, tehát itt város, egyháznak a nyomása, és ezt nagyon sok beszámolót hallottam róla, de az, hogy pontosan kik és mit, azt nem tudom, a helyi katolikus közösség az egészen biztos, hogy nagy támogatást és nagy nyomást helyezett erre az eljárásra, mint hogy tudomásom szerint a 2011-ben megszűntre is.